A modern orvostudomány csak a közelmúltban jutott el arra a felismerésre, ami az ázsiai gyógyászat egyik alappillére, nevezetesen sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészség megőrzésre. Az ehhez vezető egyik legkönnyebb út nem más, mint egy lombos fákon élő gomba, a Ganoderma nemzetséghez tartozó pecsétviaszgomba. Egy olyan gyógygombáról van szó, amely annak ellenére, hogy Kínában már közel 2,5 ezer éve használják, a közelmúltig csak a legfelsőbb társadalmi osztályok számára volt elérhető. Az immáron évezredes tapasztalatok alapján tudható, hogy értékes összetevői normalizálják a testi folyamatokat, segítik a méreganyagok kiválasztását és támogatják az immunrendszer működését. Ázsiában immáron gyógyszerek összetevőjeként a klinikai gyakorlatban is használják a pecsétviaszgombát. A nyugati orvostudomány ugyancsak felfigyelt a rendkívüli, daganatos betegségek kezelésében elért eredményeire. Tudományos kutatások igazolják továbbá a Ganoderma májvédő, antibakteriális és antivirális hatását, de jelentősek a vérnyomás, vércukor és koleszterin szint szabályzásában elért eredményei is. De hogyan érhetjük el, hogy a pecsétviaszgomba mindennapjaink részévé váljon? A megoldást egy csésze fekete jelent. A kávé sikertörténete a 15. században vette kezdetét, ekkortól ismert frissítő, élénkítő hatása. Néhány évtized leforgása alatt elterjedt a kávéház kultúra. A többi pedig immáron történelem. Újabb kutatások eredményei alapján azonban ideje új szemmel néznünk a kávéra. Kiderült ugyanis, hogy magas természetes antioxidáns tartalma miatt a kávé nemhogy egészségtelen, de a szervezet számára igen hasznos tulajdonságokkal bír. Vizsgálatok bizonyították, hogy a kávé fő hatóanyaga, a koffein, egyes esetekben gátolja a tumorsejtek növekedését, továbbá növeli a fizikai erőllétet, fokozza a fájdalomcsillapítók hatását, és mértékkel történő fogyasztása jelentősen csökkenti számos betegség, többek közt a vastagbélrák és a májzsugorodás kockázatát.